Aki szeretné. Mondhatom, hogy megoldottuk ezt a feladatot is. Természetesen a választ igazából majd a mérkőzés után, az észmérkőzés után tudjuk majd megkapni. Kétségtelenül nem volt könnyű, különösképpen a időnként szélsőséges kritikáknak a mentén elmúlt három év sem a játékosnak, sem a szakmai stábnak. Azért mi megmaradtunk a saját magunk értékrendjénél és az értékeinél. Mi ezt a játékosokkal természetesen megbeszéltük, kielemeztük. Ma már nem kudarcról beszélünk, hanem tapasztalatokról. Kudarc volt az első nap este, hogy még másnap is mondhatok ezeket, csak tanúságokat kell levonnunk annak érdekében, hogy visszatérjünk abba a kerékvágásba, ami azért az elmúlt két évben jellemző volt erre a csapatra. A várakozásokat illetően bármennyire egy az előző Európa-bajnoki selejtező kapcsán playoffot játszott, tehát csoportjában második helyezett csapatnak az otthonába látogatunk. Nem lehet más célkitűzésünk, mint hogy a három pontot begyűjtsük és előnyt szerezzünk a riválisunkkal vagy a riválisainkkal szemben. Én erre azt a fajta hozzáállást, amit ebben a két napon tapasztaltam a játékosok részéről, erre jól sérni. Hát a foci az adja szép, mert ugyanúgy a nyelvezített mérkőzés után helyre tudjuk hozni. Kielemeztük a hibákat, amiket elkövettük a hollandok ellen, ez tényleg egy valós időt mérkőzés volt, több hiba összeért, és annak lett végül is az eredmény ez a vereség. De úgy gondolom, hogy ezt a csapatot ezt nem bombasztotta meg, tehát ez még erősebbé tett minket, mert még jobban meg szeretném mutatni az élményt az embereknek, mint pedig azoknak, akik kritikát fogalmaztak meg velünk szemben, hogy azért ez egy jó társaság, az egy jó, azt lehet mondani, hogy a következő világbajnoksága egy kiutó csapat, úgyhogy mindenképpen a versenyben szeretnénk lenni ellenfélre két helyén, úgyhogy ezért a következő pénteki mérkőzés mindenképpen meg kell nyerni, ezzel a három ponttal is visszaadni egy kicsit a hitet az emberekbe, ők egy kicsit elveszítették ezzel a holland vereséggel, de még egyszer mondom, a csapat egysége, a csapaton belüli hangulat és az egymásért való harcolás ugyanaz maradt ezzel a vereséggel is, úgyhogy semmi negatív dolog nem jött ezzel kapcsolatosan.